Vanka Imre igazán tartalmas életúttal büszkélkedhet, éppen 100 esztendővel ezelőtt, 1912. április 12-én született Székesfehérváron, egy 9 gyermekes család 7. gyermekeként. Katonai iskolát végzett, az Ikaruszban dolgozott nyugdíjazásáig. Csendes, békés modoroddal jó példát mutattál. Nagy családdal büszkélkedhet, egy fia és egy lánya született, 4 unokája és 8 dédunokája van. Mint mondja, egészsége megőrzésében nagy szerepe van hobbiának, a természetjárásnak. Mindig szerettem a természetet, mindig kint én. Amikor tehettem, mindig kint voltam a levegőn, kerékpároztam, bejártam kerékpáron is, és az egész környéket, a hegyeket, minden, azon kívül gyalog is. Az Ikarusz nyugdíjas klub tagjai nagy örömmel készültek taktársuk 100. születésnapjára. Mint mondják, Imre bácsi meghatározó személyisége a klubnak. Viccelődik és jó pofán, nagyon szereti mindenki, kedves, barátságos, úgyhogy lehet hozzá beszélgetni, meg ő is, úgyhogy beilleszkedik. Szeretjük nagyon. Az évszázados élet ünnepén dr. Cserpalkovics András polgármester és Prájer Éva, a Marosegy önkormányzati képviselője is köszöntötte Vanka Imrét. Én nem kívánhattam mást, mint hogy nem tudjuk, hogy mi történik egy 105 éves ember köszöntőjén, úgyhogy én kívántam Imre bácsinak, hogy legyen ő az a fehérvári polgár, akit 5 év múlva a város köszönthet 105. életévének betöltésekor. Imre bácsi ma is kitűnő egészségnek örvend, aktívan éli mindennapjait, szívesen olvas újságot, televíziót néz és nagyokat sétál.